A megyeszékhelyen jelenleg 55 km kerékpárút könnyíti meg a biciklivel közlekedők mindennapjait. Ez a szám 2020-ig 40 kilométerrel nő a kormány által finanszírozott modern városok és az Európai Unió által biztosított településfejlesztési operatív program forrásaiból. Az új utak mellett 10 kilométernyi kerékpárutat fel is újítanak a beruházások során. Hálózatos rendszerbe bekötött új kerékpárút szakaszok lesznek. Mindez azt szolgálja, hogy a napi közlekedést, a napi munkába járást megkönnyítse. Turisztikai szempontok is érvényesülnek, illetve hát a rekreációs, szabadidősportos biciklizés is könnyebb, gyorsabb, kényelmesebb lesz. Részben ugye energia megtakarításról is beszélhetünk, hogyha biciklivel jár valaki, és nem autóba ül. Hogyha a kerékpárutak megfelelőek és elegendően számosak, akkor közlekedésbiztonsági szempontból is javulhat a helyzet, illetve hát tulajdonképpen itt a belvárosban hamarabb eljutunk biciklivel a célpontunkhoz, mint hogyha autóba ülnénk, szóval sok szempontból előnyös, sok szempontból jó, hogy ilyen sok kerékpárút épül a közeljövő. A kerékpáros barát település titulust már korábban megkapta a város, amit csak megerősít a mostani útépítés és felújítás. Békés Csabán sokan járnak biciklivel, ami nem csak a környezetvédelmi, hanem egészségügyi szempontból is kiemelkedően fontos. Ahhoz pedig, hogy a kerékpárosok biztonságosan közlekedhessenek, elengedhetetlenek a megfelelő minőségű bicikliutak. 2020-ig mindenképpen megvalósul, ugye? A terület és településfejlesztési operatív programban más szakaszok felújítását tudtuk megtervezni, illetve elindítani. A Modern Városok program keretei között pedig a gerlai kerékpárút felújítására is, kiszélesítésére, felújítására is sor kerül majd. A munkálatok 4 útszakaszon már el is kezdődtek, ahol várhatóan néhány hónapon belül már kiváló körülmények között tekerhetnek majd a csabaiak.